Örvendezzetek angyalok az égben, mert leszállt közétek a Battlefield Hardline. Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és most, hogy megmondta megfelelő számú fityma csattogás, jöjjenek a dolgok, Battlefield Hardline-os dolgok, hogy mi az Isten ez a játék, de még mielőtt arra rátérnénk, fontos lényeges dolgot szeretnék elmondani, be lehet lépni a Battlefield Hardline-os platoonba. Szóval megalakult a Necro Army HL, hogy mindenki értse a célzást, platoon, úgyhogy lehet csatlakozni. Lehetőleg meg kéne szépen csak olyanok csatlakozzanak, akiknek megvan a Hardline. Tudom, nagy lesz a kísértés, hogy akkor is csatlakoz, hogyha nem. De csak azok csatlakozzanak a Necro Army HL-ben, akiknek megvan a Hardline. Hogyan lehet csatlakozni? Mert tudom, hogy jönni fog ez a kérdés, hogy hogyan lehet csatlakozni a Battlefield Hardline-os platoonhoz. Linket kell elolvasni, ami ott van a videó alatt, a leírásban, ott link leírásban. The Necro Army HL, kattints a linkre, és akkor eldob a betőlogos platóra, ha nem tudod, hogyan kell platonokra keresni, akkor, és ott lehet csatlakozni, egyelőre van mindenkinek hely, ugye 200-ig megy el a számláló, és lehet csatlakozni, most már tényleg nagyon sokan leszünk, ha itt is elérjük a 200-at, akkor Steam-mel együtt, és a három Battlefield-del együtt már tömi 600-an leszünk, ez azért nem semmi, ha itt is elvik a 200-ot, úgyhogy hajrá, gyerünk. A Battlefield Hardline, mi a jó Isten ez a Battlefield Hardline? Egyelőre azt kell mondjam, hogy Battlefield világa, üdvözöllek a Call of Duty szörnyűségében. Végre elérkeztetek ti is oda, hogy a Battlefield megérjen és elkurvuljon addig, hogy azt mondhassam, hogy ez meg, hát mi a pöcs, azért vettem ezt meg, hogy egyet Call of Duty zak, hát na. Na, hát mire is gondolok ez alatt? Nos, itt van például ez a pálya, annyira gyors már, tehát a Battlefield Hardline azt kell mondjam, hogy gyors. Gyorsabb, mint a BF3, BF4, szóval ne is számítsatok arra, hogy hasonlatos tempótok lesz. A játékok, amit láthattok, ilyen lazuló, tehát vannak a Battlefieldnek lazulós játékmódjai, azt hiszem, és vannak a Battlefieldnek fun játékmódjai. Köztes opció nincs. Majd természetesen ugye jön a kompetitív része, például egy Rescue módban, esetleg egy Blood Money-ban, blablabla. És akkor ott mondhatni azt, hogy lesz egy kompetitív része. Nem mondanám kifejezetten azt, hogy a Battlefield képes kompetitív játék lenni, mert vannak a grafikus motornak bizonyos hibái, amitől azt mondanám, hogy ne ez a játék legyen kompetitív. Például gondolok itt az egyik legtipikusabb hiba, az a reload bug. Hogy egyszerűen látod az animációt, hogy újra tölti a fegyveredet, na de nem tölt, mégsem tölti újra a fegyveredet, és amikor kimennél az akcióba, azt látod, hogy 30 alatt áll, de valójában egy. Nos, és az eléggé megnehezíti a dolgot abban, hogy egy játék professzionális, mondom, kompetitív legyen. Ezért is egy nagyon köcsögci dolognak tartottam azt, hogy pénzért lehet majd megvásárolni azt, hogy kompetitív játszhass ezzel a játékot. Tehát jön a prémiummal, ami a prémium eleve egy nagyon nem éri meg számomra, egy nagyon nem éri meg az árát dolog, mert olyan dolgokat nyújt leszámítva az új térképeken belül, aminek amúgy is az Isten verje meg a DLC-knek ingyenesnek kéne lenniük, hogy olyan extrákat nyújt, ami nevetséges, hogy őszinte legyek. Tehát skinek, fegyverek, betölpekek, és a jog, hogy rankedben játszak, hogy kompetitívben játszak, azt, hogy pénzért megvenni, az nagyon szörnyű. Szóval ez a masszív lehúzás, úgyhogy ezt nagyon gondoljátok meg, hogy megéri-e nektek megvenni. Nos, mégis mi ez a Battlefield Hardline? Most, hogy így kipanaszkodtam, a pályák kicsik, egyrészt kisebbek, mint a BF3, BF4, a kombináció, hogy általánosan véve kisebbek. Például ez a pálya, ez Conquest Large. Haha, van 3 pont benne. Azt hittétek Domination, mi? Na, de nagyon vigyázni kell velük, mert hogyha egy ilyen pályán vagy, ahol én, ahol nagyon-nagyon megjártam, például ez a pálya konkrétan, annyira hektikus, annyira gyors minden, a spawntól kezdve, a játékmenettől keresztül, hogy,
hogy időd nincs ráeszmélni. Úgyhogy a trükk az, hogyha egy csapat elég ügyes ahhoz, hogy beuralja a B-t, a középpályát, akkor csak arra kell várni, hogy szembe jöjjön vele az ellenfél, és kilőheti. Ennek a trükknek a pálya, azért váltottam azon a résznél Csipánál, hogy kezdjem átlátni a pályát, hogy lássam, hogy hol várnak engem ezek a bizonyos madárkák, és azért elég sok madárka akad horogra, hogy őszinte legyek, mert három útvonalas a pálya, tipikus kod, ugye három útvonalas a pálya, és két hosszú útvonal keresztbe tökéletesen átlátni, és ott rengeteg csipás van. A többi dolog pedig a hotfire módot sajnos még nem mondták meg az emberek, hogy C4-ezgessenek. Tegnap jártam egy szerveren, hát mindenki autózni akart, az ő csapata, az én csapatom, mindenki fun game-et akart csinálni, csak egyszerűen a mi oldalunkat ez a gyerek teljesen elrontott. Csak ő egyedül, a teljes 48-as szerveren, ő egyedül C4-ezgetett. Ez hihetetlen, elképesztő, idiotizmusra val. De megúnyják ezt is az emberek, megúnyják az olcsó killeket, és akkor előbb-utóbb elkezdenek fanra vágyni. És itt érnék ki a fan világára. Ez a játékot véletlenül se azért vedd meg, hogy hatalmas kárdiarányt ápolj. Valószínűleg meg is teheted egy bizonyos szempontból, de ha azon fogsz te kilódni, hogy itt kárdiarányt tartsak, akkor ez nem az lesz az a játék. Sok minden megakadályozhatja ezt a bizonyos dolgot. Ha csak nem folyamatosan conquestet játszol, és ugyanúgy ügyelsz arra bizonyos kárdiarányra, és kiveszed teljes mértékben a fant belőle, akkor ez még lehet a te játékod. De Conquest TDM Domination miatt azt mondom, még mindig azt mondom, hogy nem érdemes megvenni ezt a játékot, azért érdemes megvenni, mert olyan játékmódokat mutatott be, amelyek szórakoztatóak, valójában Blood Money, Heist, Rescue Mode, Hotwire, ezek nagyon üde és jó játékmódok a mai beszűkült TDM világba, hogy úgy mondjam, TDM alapú világba, és olyan objektíveket annak, amivel nagyszerűen lehet játszani ez a játékba, és mint ahogy jön a nagyszerű játékokkal, meg lesznek benne a kis hülye gyerekek, amelyek mindjárt próbálnak valami hülyeséghez ragaszkodni a játékon belül, és leállnak ott kempelni, mert az ott jó, mert az ott nem érhet hozzám senki, én nem akarom elhozni a pénzt a bázisra, én nem akarok ilyeneket csinálni. Ezek benne vannak egyelőre, meglátjuk, hogy az évek alatt vagyis hát a hónapok alatt hogy alakul a játék, mert a Hardline kétesélyes játék lesz. A hülye gyerekek játéka, vagy azon emberek játék, akik jól akarnak szórakozni, és egy látványos játékot akarnak maguk csinálni. Ha a hülye gyerekek győznek, mert pedig ugye nagy esély van rá, hogy hát hogyha az a hülye gyerek úgy játszik, én megpróbáltam, akkor én is leállok kemper, és a végén a Hotfire-ben lesz egy csomó fehér pont, ami senki nem vezet, és egy csomó kemper. Nos, szóval két esélyes lehet. Úgyhogy én azt mondom, hogy akinek megvan a Hardline, játszon. Játszon a céllal, a célért, mert úgy sokkal felemelőbb, és sokkal jobb, mint a mostani Battlefield-ek odakint, mint a sok shooter odakint, akkor igazán fun lesz. Hogy már persze meg kell várjuk, hogy megújjátok a C4 killeket, és a Tripmine killeket, mert az hatalmas dicsőség, hogy lerakjuk a C4-et, és időben meg tudjuk nyomni az egér gombot, és felrobban a kocsi, juhuuu! Na, ez fantasztikus, és egy Tripmine-t is le tudunk rakni, hogy ezt rátmenjen rajtok, hogy egy nagy boom lesz, mint a kisgyerekek szoktor, olyan hülyek vagyok, na. Na de ez van, lehet csatlakozni a Platoonhoz, lehet fun game-et csinálni, lehet egymásra csatlakozni, TS-ünk nyitva áll, lehet feljönni, lehet ismerkedni, tudjátok a dolgokat. Írjátok le a véleményeteket, mit láttok ti ebben a játékban. Mi az, amit titeket megfog, és mitől lehet ez a játék rossz vagy éppen jó. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!